Sziasztok, Sziszi vagyok, a legjobb magyar tanár az interneten, aki nem viszi, járjon utána. Mindig az első lépés a legnehezebb. Ebben az epizódban nagyon könnyű szövegeket és nyelvtant fogok tanítani nektek, pontosabban nem is én, hanem egy kollégám, Ödön magyar tanára, akit lehet, hogy már láttatok néhány epizódban. Át is adnám a szót. Sziasztok! Üljetek le! Kezdődik a magyar óra. Elolvasok egy nagyon rövid bemutatkozást. Nagyon figyeljetek! Én szigorú magyar tanár vagyok. Kérdezem a leckét. Az első szövegben egyes szám első személyben fogok beszélni. Három nagyon hasznos igét fogunk tanulni. Ödön vagyok. Magyar származású vagyok. De Angliában élek. 32 éves vagyok. Csak kicsit beszélek magyarul. Beszélek németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Ahogy mondtam, kikérdezem a leckét. Kérdezni fogok, neked pedig válaszolnod kell. Használd az egyes szám első személyt a válaszaidban. Mert most ezt tanuljuk. Érted? Ki vagyok? Ödön. Ödön vagyok. Milyen származású vagyok? Magyar származású. Magyar származású vagyok. Hol élek? Angliában élek. Hány éves vagyok? 32 éves vagyok. Jól beszélek magyarul? Nem. Csak kicsit beszélek magyarul. Milyen nyelveken beszélek? Beszélek németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Oké, jól van. Mielőtt tovább mennénk, nézd meg, mi került minden ige végére. Vagyok, élek, beszélek, egy ö betű, igaz? Egy k betű. Na nézzük a következő szöveget. Most az egyes szám második személyt fogjuk gyakorolni.
Te ödön barátja vagy. Külföldi vagy. 45 éves vagy. Kicsit beszélsz magyarul. Most Budapesten élsz. Most kérdezni fogok. Ki vagy te? Te ödön barátja vagy? Te magyar vagy? Nem. Külföldi vagy? Hány éves vagy? 45 éves vagy. Jól beszélsz magyarul? Nem. Kicsit beszélsz magyarul. Hol élsz? Budapesten. Most Budapesten élsz. Szuper! Mielőtt tovább mennénk, nézd meg, mi került minden ige végére. Vagy beszélsz, élsz. A vagy azt jelenti, hogy you are. Szóval a létige, to be, a létige második személyű alakja. Mint ahogy gyakran előfordul más nyelvekben is, a létige ragozása a magyarban is rendhagyó. Viszont általában az igék egyes szám második személyben egy SZ hanggal végződnek. Például beszélsz, élsz. Na nézzük a következő szöveget. Most az egyes szám harmadik személyt fogjuk gyakorolni. Ödön édesanyja, gazdag Mária. Magyar származású, de Angliában él. 64 éves. Az anyanyelve a magyar. Beszél angolul is. Nézzük a kérdéseket. Ki ödön édesanyja? Gazdag Mária. Ödön édesanyja, gazdag Mária. Milyen származású? Magyar származású. Hol él? Angliában él. Hány éves?
64 éves. Mi az anyanyelve? Az anyanyelve a magyar. Milyen idegen nyelven beszél? Angolul. Beszél angolul. Nézzük, mit vettünk észre. Mi történt a létigével? Eltűnt. Nincs. Valójában tudjuk ragozni a létigét harmadik személyben, az ugyanis van. Okay? De most miért nem tettük ki? Miért tűnt el? Mert amikor tulajdonságokról beszélünk, nyelvtanilag ezek általában főnevek vagy melléknevek, nem tesszük ki a van-t. De erről fogunk még részletesebben is tanulni a későbbi epizódokban. Mi van a többi igével? Él, beszél. Semmit nem tettünk a végére, igaz? A főnévi igenév alakja az élni, illetve beszélni. Levágjuk a nit, és megkapjuk az egyes szám harmadik személyű alakot. Na nézzük, itt tudod-e tölteni a táblázatot? Írd meg a megoldásokat a hozzászólásokban, töltsd le a Necke PDF-jét, a linket a videó alatt találod. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Lesz még több videó is, iratkozz fel a csatornámra, hogy el ne szalaszd őket.